No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. napokban beszélgettünk arról, hogy jó, ez a Flash Player, meg persze több gigabátnyi játék van fent a neten, meg mindenkinek van saját gyűjteménye, de hát amiből ezeknek a Flash játékoknak a nagyon nagy része készült, hát ugye ezek a 8 bites gépek, meg a C64, hogy hát arról miért nem beszél mindenki, és ahogy erről beszélgettünk ugye a neten, Hát pont a megfelelő ember vagyok erre, mert nekem Pont, fent van a gépemen a C64 emulátor, és ennek a linkjét meg fogom veletek osztani, be is hozom először a Plethubot, és megmutatom, hogyha behozzátok a plethub.org-ot, és beírjuk ide, a C64, akkor az egyetlen ez a Vice Commodore emulátor, és ha megnézitek mindjárt, itt egy magáért beszélő krép, 361, azt írja, hogy kb. egy éve lett összeállítva. Én annyira nem vizsgálgattam, hogy ez most frissül, nem frissül. Na itt van, 24. december 2023, 3.8-as. Tehát azért jó, jobb a FlatHub-ot használni, meg a FlatHub csomagokat. Én is azért azokat preferálom ilyen programokhoz, mert ugye a stabil oprendszereknél, a stabil Linuxoknál általában a repo is a stabil csomagok vannak, és hát azok ugye lassabban frissülnek, és akkor például ilyen csomagoknál, ahol annyira nem számít talán a biztonság, mert 100%-ig én se bízok meg az epimidzsekben, meg a FlatPack-ekben, meg a hasonlókban, de azt mondom, hogy ilyenekre nagyon-nagyon megteszi és érdemes. Hát látjátok, hogy itt Amigára meg doszra is le van fordítva a bináris, tehát itt aztán van minden. És hát lehet olvasgatni a híreket, mi változik, mi nem. Azért jó látni ezt, mert vannak azért apróbb hibák, időrégésznél kastélynál, kasténál fordult elő, hogy képhiba volt, joystick eltűnik Windows alatt például, tehát azért remélem, hogy idővel ezek is kiavításra kerülnek, meg nyilván küldeni kell a visszajelzést, főleg ha valaki benne van. Ha valaki ismeri a commodore nem kell bemutatni, tudja, hogy miről van szó. Ha valaki nem ismeri, írja be nyugodtan ide, hogy C64, vagy C64 játékok, C64 információk, egy valamit biztosan tudok nektek mondani, hogy a Krisz fejlesztőt érdemes megkeresni, mert fantasztikus játékleírásai vannak nagyon jó cikkei. Érdemes róla, úgy nem csak a cikkeket, játékokat itt le is lehet tölteni. Tehát érdemes ezt az oldalt behozni, barbariánt innen szedtem, például fenn van a amit le lehet tölteni Sitplayer-be benyomni például. Annak, aki nem ismeri a Commodore érát, ugye itt szideket lehet hallgatgatni. Tehát ez az egyik olyan oldal, amit mindenképpen ajánlok, illetve itt a főoldalról, ha jövünk, hát mi lenne más, ugye nyilván a főoldal kinézete is komodor van itt ilyen cikkek. Tehát ezt is érdemes itt megnézegetni. Amit én még ajánlok, az a C64 HQ, az is he, azaz head mit, mit, mit kitöröltem. C64HQ head tehát itt program. programjáték, nyilván most ez régóta nem frissül, de nem is az a lényeg, hogy ez friss legyen, tehát például egy The Leader Bird Golf, nincs fent, akkor a Chris oldalán fönt van, és ja, az World Leader Bird. Golf talán. Nincs itt se? Nagyon van, akkor most így hirtelen nem tudom. Az egyik kedvenc játékom az a golf, többek között, és rengeteg-rengeteg játék megtalálható, és egy kis leírással, illetve nagyon sok minden van itt még mellette kiegészítők a programunkhoz, tehát azért érdemes ezt az oldalt lapozgatni, illetve hát a valaki C64 romok, vagy játékok, szabad a gazda. Na a másik, itt az archív, itt az archív.org, irgalmatlan mennyiségű játékot le lehet tölteni innen. Tehát, ja, ez pont nem, ez a ROM set. A lényeg, hogy C64 játékokat, ha keresünk az internet archív keresőjében, akkor rengeteg romot befogadni ott is. C64 GS, az egy emulátor, Lemon64, tehát komplett oldalak foglalkoznak a mai napig. Ugye 64, hát az egyik, nem véletlen, az egyik legnépszerűbb emulát, vagyis hát az egyik legnépszerűbb mikrokomputer volt. No, Start menü, játékok, látszik, hogy Dax Station, tehát nekem van fent PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3, Sirius Szem, és PS2-re van, meg többek között pont a, a Sirius Szem második része, tehát ez jó néhány órára lekötött sajnos a múltkor mondjuk a itoni teendők helyett, de hát néha kicsit játszikálni is kell, ugye? No, indítsuk el akkor ezt a C64-et. Tehát, hogy van ez a Gamingon Linux, és akkor háromás, meg modern játékokkal kell játszani, meg Steam, meg minden, a francokat. Tehát, hogyha az embernek vannak kedvenc játékai platformja, érdemes azokat is elővenni, mert mert akkor át nem fejlődött a világ, hogy a játékélmény annyival nagyobb legyen, most lehet persze azt mondani, hogy csézni jobb. Hát azért, egy interkaratéval a mai napig, vagy egy barbarian nagyon jól játszani. Na nézzük, C64, felteszem nagyba, és itt lehet néz, megnézni, itt a, a beállításoknál van egy ilyen, hogy add a full screen, a warp mód meg az alt w. Azért ezt a kettőt mondom, mert talán ez a legfontosabb, ami érdekelti az embert, meg hát a joystick beállítás, az összes többi az vagy szakiknak való, vagy nem is konyítjuk, hogy mi a francnak cserélnék én most benne vagy c és nem is igazán nekünk szánták ezeket. SCPU-ból volt például 20 mhz lehetett húzni a gépet 16 rammal. Na most volt ez a fáraós Total Eclipse, meg annak volt egy a Phoenix titka, azt hiszem második rész, és képzeld el, hogy real time valós időben 3D-ben megy 20 megahertzsel, tehát brutál. Na most persze fontosak, meg érdekesek ezek, nekem ez már nem jutott egy gyerekkoromban, nekem Commodore 64-en volt, és kész. Tehát, hogy ennyi. De örültem volna egy kiegészítőknek, menőbeknek volt még rezett gombja. No, ja, meg volt egy Tungsram 9 tűs nyomtatom. Sokan csodálkoznak, hogy miért Tungsram meg 9 tűs. Hát, szerintem ők is megpróbáltak megélni sok mindenből, aztán volt, ami bejött, volt, ami nem. Nagyon jó volt az a nyomtató egyébként, nagyon megbízható. Ugye általános iskola a negyedikbe kezdtem el programozni, és kazettákra nyomtattuk, csináltunk programot, katalogizáló, katalogizáltunk, meg nyomtattunk listákat kazettákra, tehát ez egy elképesztő világ volt. Ám, oda sem lehetett csak úgy bejutni, tehát nem volt internet, meg, meg Windows, tehát hogy az a világ nem is létezett még. Akkor basicben programoztunk, ez volt számítás, technika, szakkör, tehát hogy így Ennyi volt, nem volt, az sem volt, hogy informatikát nem létezett így maga a tantát sem. No, ami lényeg, itt lehet csatolgatni dolgokat, cartridge-ot lehet csatolni, ugye lehet csinálni fliplistet, hogy nem kell fordigatni kézzel, én maradok azért, hogy egyesével berakosgatom azért, de hogyha valaki olyan játékokkal, programokkal játszik, akkor nem kell kézzel, monitor, cartridge freeze, van kártyás játékom a Prince of Persia, azt majd meg is nézhetjük. Snapshot és beállítások. És itt van az a. Itt van az az a irgalmatlan mennyiségű dolog, amit, aminek a töredékét sem használom ki. Egyedül, hogyha itt Netplay-re nyomunk, haverral, akkor lehet nyomni a commodore közösen. Display, Vic2, CRT. Tehát egy kicsit ez több, mint amit én vagy egy, egy ilyen átlaghalandó használa. Szerintem. Egy audio. Szerintem én innen ki is lépek, ez igazából profiknak van, olyanoknak, akik szánszándékkal jönnek ide. Amit én mutatni akarok, az az, hogy a CRT menüt itt, ha bekapcsoljuk. A videó rosszul néz ki a valóságban, nem? Itt van egy ilyen, hogy Scanline Shade, ezzel lehet játszani, most felhúzom tökig, meg a blurt itt, a hátam mögött lehet látni, teljesen ezt a csúszkát kihúzom. És tök jó lesz a képe. Ez a szemnek nagyon kellemes, amikor ezekkel tudunk játszani, különféle tónusokkal. Na most a dupla vével ezt a warp módot be lehet nyomni, akkor zöld lesz a led, és ilyen 300%-ra fölmegy a proci, meg az FPS, tehát gyorsabban tölt, gyorsabban tölt, be tudjuk hozni játékokat, hát mit tudom én, nézzünk egy Attach Disk, Drive 8-as, és akkor Barbarians, Barbarians, és az első progit betöltöm, van itt part egy part 2, meg Practice. Behozom ezt. Itt azt hiszem még be kell írni azt, hogy run. Érdekes, hogy így is egy kicsit tovább tart. Itt alul láthatjuk a ledet, hogy csinál-e valamit a gép. És láthatjuk a mozgást. Run. Ki kell venni a warp módot, addig nem szól. Szó közzel tovább megyünk. És akkor... Itt szó köz, szintén rústoppal kilépünk, az eszkép billentyű. Enable, enable fast egy, a fastloader Egyes part. Nem, köszönjük, nem kérünk unlimited energy-t. És akkor megint mehet egy warp móddal, dupla vel és majd alt D-vel felteszem mindjárt nagyba. és f 1 elkezdjük a játékot, F7 a start, F1 az egy player, F2 a két játékos. Ugye addig nincs hangja, amíg warp módban van. Most kinyomom. Jó, F1, és akkor most nyomom meg az F7-et. Ájjáj. F1, jó? F7. Uha, nem állítottam be a joystickot. Ide le, itt a, a jobb oldali a kettes joystickra kattintunk. Csonfigura, készet B2, csonfigura, föl, le, balra, jobbra, meg a nullára, ez benyomunk, képad nulla. Meg föl is teszem nagyba. Közben kinéztem a videó rögzítőre, hogy ne szaladjunk túl a videóra. Ajaj! Ajaj! Menjen már. Na, nézzünk egy interkaratét, mert ezzel napokig el tudnék játszani. Nem is. Cartridge. All Images. CRT. tűzgombbal indul. És majd ezt le kell csatolni Fájmenű és detach cartridge image, mert addig nem tudunk játszani semmivel, vagy hát kiléptek. Jó, itt el kell kezdeni a nöbetűt nyomkodni, nem, 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 nem kell csalás, és starting levelre egy return gombot nyomunk egy entel Tűzgombbal megyünk lassan megfordulok, tűzgomb, és akkor úgy tudunk ugye lépkedni. A más gomb nem is nagyon van mondjuk. Akkor erre el kell menni balkész fel a kardél, ja, ennyi lett volna. Egyébként nyilván nekem azért nem egy, nem két, nem három játékom van, főleg elmentve a másik Winchester-en. Ez a kis videó ennyi lett volna. Én tudom, hogy erről nagyon-nagyon sokat lehet beszélni. Ez egy hatalmas világ, és hogyha valaki elkezd keresgélni, meg, meg megnézi a vakondok videókat például arról, hogy mi is volt a, a, akár a magyar játékfejlesztés hajnalán, akkor egy hatalmas nagy birodalmat fog találni fantasztikus és elképesztő világ rejtőzik mögött, tehát én is tudnék hosszan mesélni nyilván, itt lehet programozgatni, tényleg azt el is felejtettem megmutatni, ugye, hogy ez nem csak azért van, hogy nézegessük például, ha valakit érdekel ez a fajta programozás, vagy annak idején érdeklődött ez irány. még tudom én, Poké 53280 egész 3, 53.281,8. Tehát, hogy ezzel fantasztikusan el lehetett ám játszani. 6-tal állítjuk vissza, és akkor azt mondom, hogy print hello. Hello. Ha most programot írok, akkor a tízes sornak megadom azt, hogy print hello. 20, goto, 10, klasszikus program, ugye? Run és akkor ezt a, ezzel a bizonyos eszki billentyűvel, a runstoppal meg lehet állítani, mert hogy ezt hívjuk infinite loopnak. Egyébként listák listázunk, tehát hogyha valakit érdekel, csinál egy lemezt, vagy egy magnó lehet mentegetni benne, sok basic játékot ki lehet gyakorolni, és nagyon sok leírás van ám, meg nagyon sok basic játék a neten is. Van C64 wiki, ahol a programozást meg lehet tanulni. Hát ennyi lett volna ez a kis videó. Ezt most csak kifejezetten arra készítettem, ugye, hogy beszélgettünk róla a neten, és mondtam, hogy hát nálam pont van, ám fent ilyen egyébként. A flashplay ért meg azért mutattam, rengeteg átirat származik, és a mai napig rengeteg játék jelenik meg, amit ezekből az ősi játékokból csináltak. Néha jó ezekhez visszanézni, visszanyúlni, meg hát aki érleklődik az informatikának ezek korszaka iránt, az, az fantasztikus dolgokat fog el mit találni. Na, én köszönöm szépen a figyelmet, ha feliratkoztok az oldalomra, vagyis megosztátok a videókat, az pedig nagyon szépen megköszönöm, és remélem lesz, aki hasznosnak találja ezt a kis videót. Sziasztok!